Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Kampánynyitó Szekszárdon, a Fidesz szerint Európa jövője a tét a közelgő választásokon. Elindult a balatoni viharjelzés, 1 milliárd forint a biztonságra. Az egész régió fejlődni fog, 5 megye vezetőivel találkozott az atomerőmű bővítésért felelős miniszter. Bombatámadás ért egy segélyszállító konvojt, katonai gyakorlaton erősítették a nemzetek összefogását. Soha nem volt még ekkora tétje a májusi európai parlamenti választásoknak, mondta Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Szekszárdon tartott Tolna megyei kampányító fórumon. A megjelent képviselők szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország fejlesztésekre. Gál Kinga, Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad engedni a bevándorláspárti nyomásnak és elfogadni azt az uniós tervet, hogy a fejlesztési pénzeket a bevándorlók számához kötik, és büntetik azokat a tagállamokat, akik erre nemet mondanak. Ha megkaparjuk, hogy mi van mögötte, az van mögötte, hogy ha nem megyünk együtt a többiekkel azzal, hogy hogy legyünk bevándorló ország, akkor büntetni akarnak, és most olyan elképzelések vannak, hogy ezek a büntetések akár pénzek, komoly pénzeket is jelent. Kohéziós pénzek elvonását. Ezt mi nem akarjuk, ezért keleményen küzdünk, ezért nem mindegy, hogy hányan leszünk ott az Európai Parlamentben, akik ezért küzdeni tudunk. A kampányító rendezvényen megjelentek szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország az Európai Unió bevándorláspolitikája miatt. Ribányi József, a régiók bizottságának magyar delegáció vezetője, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a magyar kistelepüléseknek nagy szükségük lenne a fejlesztésekre, különösen azért, mert a jelenlegi pályázati rendszerben inkább a nagy települések tudnak helyzetbe kerülni. A jelenlegi bizottság és parlament elképzelése szerint pénzeket kellene átcsoportosítani a migrációra. Ez a jelen számok azt mutatják, hogy 25%-kal kevesebb pénzt szeretnének Magyarországnak adni. Holott nekünk meg nagyon komoly kihívásaink vannak, és szeretnénk egy olyan parlamentet, ahol ezeket a pénzeket nemhogy csökkentenék, hanem inkább növelnék. Süli János tárca nélküli miniszter úgy látja, ez a régió az elmúlt években kimaradt a fejlesztésekből, kevés új üzem került például ide. Ez már csak a paksi atomerőmű bővítése és az azt követő időszak miatt is fontos lenne, jelentette ki. Azt szeretnénk, hogyha itt a Győr, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét vonal alatt is jelentős fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, mert ennek a régiónak szüksége is van rá. A fórumon megjelentek úgy vélik, annak érdekében, hogy a Magyarországra jutó fejlesztési pénzek ezen a szinten maradjanak, és ez a régió tovább fejlődjön. Olyan parlamenti bizottságra, olyan európai parlamentre van szükség, ami ezt támogatja. 1 milliárd forintból a Balaton biztonságát célzó fejlesztéseket valósít meg idén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Uniós forrásból 8 új viharjelző berendezés létesül, ebből már 3 a tó közepén rendszerbe is állt. Idén újdonságként Keszthelynél, Siófoknál és Szigligetnél működik már egy-egy ilyen tóközepi viharjelző. Emellett 5 új fix viharjelző berendezés létesül a Balaton körül még, ezekkel együtt összesen 39 viharjelző állomás, valamint plusz 15 mobil a strandokon elhelyezett viharjelző lámpa tájékoztatja a vízen tartózkodókat. Immár hagyományosan április 1-én elindult a viharjelzési szezon hazánk nagy tavain, így a Balatonnál is. 40 km/órás szélsebességnél, amikor nagyobb területen ugye ezt a szélsebességet várjuk, akkor rendeljük el az első fokú viharjelzést, és 60 km/óránál rendeljük el a második fokú viharjelzést. Ez ugye az a lámpák villogási gyorsaságában különbözik ez a két viharjelzés, míg 1 perc alatt 45-öt az első foknál, addig másodfoknál 1 perc alatt 90-et villognak a lámpák. És természetesen a cél az, hogy első fokú viharjelzés egy biztonságosabb sávban tartózkodjunk a vízen, a partmenti szakaszban tartózkodjunk, és hát másodfoknál természetesen a fürdőzőknek és a csónakoknak, tehát a kisebb vízi járműveknek el kell hagyniuk a vízfelszínt.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Balaton biztonságát célzó fejlesztéseket valósít meg ez év végéig uniós forrásból. Ennek része a viharjelzés bővítése, új eszközök beszerzése és a régi berendezések modernizálása. Projekt keretében 1 milliárd forint felhasználásával fejlesztjük a balatoni viharjelzőrendszert és a Balaton térségének beavatkozó képességét. Ez egy katasztrófavédelmi eszközfejlesztés, melyel az érintett megyei igazgatóságok fejlődnek, kapnak új eszközöket, illetve két önkormányzati tűzoltóság is kap egy-egy felújított gépjárműfecskendőt. Balatonbogláron és Balatonfüreden állnak majd szolgálatba az új járművek, amelyeket hétfőn be is mutattak. A projekt részeként 3 kétéltű mocsárjáróval is bővül a Somogyi, a Zalai és a Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság eszközparkja, hogy baj esetén az egységek extrém, kritikus helyszíneken is képesek legyenek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban beavatkozni. Elsősorban partmenti elsodródásos mentéseknél kellett az előző évben beavatkozniuk a vízirendőröknek. A tavalyi évben 197 esetben 411 főt mentettünk a tóból, de ez nem mind viharjelzés hatály alatt történt. Nyilván van egy nagyon jó begyakorolt protokollja a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságnak, amikor elsőfokú viharjelzést rendelnek el, akkor a kollégák kint vannak, figyelmeztetik a vízen tartózkodókat, és amikor másodfokú, ugye komolyabb viharjelzést rendelik el, akkor kimennek és kiürítik a tavat, szaknyelven úgy, hogy kiürítjük, tehát minden ott lévőt, aki nem közlekedhet abban az időszakban, figyelmeztetjük, kiküldjük, és utána visszavonunk a területünkre, és amikor konkrét bejelentés érkezik, csak akkor fogunk kimenni menteni. A vízirendőrök 5 helyen teljesítenek szolgálatot a Balatonnál, de idegenforgalmi szezonban emelik majd a létszámot. A viharjelzési szezon október 31-én zárul. Jó minőségben, engedélyek alapján megépíthető atomerőmű készül Pakson, mondta a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezésért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter Szekszárdon sajtótájékoztatón. Süli János a Ferropatent ZRT telephelyén 5 megye vezetőivel folytatott megbeszélés után hangsúlyozta, az atomerőművet úgy kell megépíteni, hogy az 60 évig olcsón, biztonságosan tudjon villamos energiát termelni. A paksi fejlesztés mentén Baranya megye is fejlődni fog, mondta a találkozó után a megyei kormány megbízott. Gondolk itt a Pogányi repülőtér meghosszabbítására, az M9-es becsatlakoztatására, Pécset érintően a Mohácsi híd elkészült tére, mind-mind olyan projektelemek, amelyek így a paksi atomerőmű vizén, a paksi atomerőmű projekt kiterjesztett részeként meg tud valósulni. Ez egy lehetőség, és remélem, hogy a Baranyában élők, legyenek azok vezetők, lakosok, előnyeit fogják látni ennek a projektnek, és amennyiben nekünk az eljárások folyamán most már, mint kormány megbízott, mondom, és a hivatalunkat tekintve lesz dolgunk és lehetőségünk, hát itt leszünk, és arra készülünk, hogy lesz is dolgunk. Együttműködési megállapodást köthet Szekszárd városa Süli János tárca nélküli miniszterrel, ez több terület mellett leginkább a szakképzés fejlődésére lehet majd hatással. A közgyűlés döntött arról is, hogy eladják az önkormányzati tulajdonban lévő Kaminusz tüzeléstechnikai Kft.-t. Munkaerő utánpótlás, közszolgáltatási együttműködés mind olyan témák, melyekben Szekszárd segítheti a paksi atomerőmű bővítését, cserébe pedig ehhez kapcsolódó beruházások is megvalósulhatnak a városban. Ács Rezső polgármester szerint a legfontosabb a szakképzés fejlesztése lehet. A mi szakképzési forrásaink, amelyek a Modern Városok program keretében majd felhasználásra kerülnek, ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az erőmű szakképzési centrumának megvalósításához, illetve egy IQ központot szeretnének Szekszárdon megvalósítani, létrehozni. Mi azt szeretnénk, hogyha ez az IQ központ és a mi szakképzési rendszerünk összekapcsolódhatna, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk a legtöbbet segíteni a bővítésnek, vagy éppen Szekszárdon működő helyi vállalkozásoknak is. Zárt ülésen arról döntöttek a képviselők, hogy eladják az önkormányzati tulajdonban lévő Kaminusz Kft.-t, ami korábban kéményseprésssel foglalkozott. Ezt a feladatot ma már a katasztrófavédelem ingyen látja el, így a cég tulajdonképpen kiürült, a város mégis jól szállhat ki belőle. 55 millió forintot fektettünk be, nagyjából 100 milliót tudtunk osztalék egyéb formában a város költségvetésébe átcsoportosítani, és a Páskum utcában most ezzel a döntéssel a
tulajdonunkba fog átkerülni a meglévő Kaminus Technikai Kft., Tüzelés Technikai Kft.-nek az épülete is. Tehát én azt gondolom, hogy jó befektetés volt a város részéről, és egy jobb ingatlannal, illetve pénzeszközökkel tudtunk gazdagodni. A közgyűlés megteremtette a lehetőségét annak is, hogy újra pályázhassanak a Kessejusi út teljes felújítására, ezekkel együtt pedig az ipari parkok megközelíthetőségét javító beruházásokra, melynek része az új elkerülő út is. A munkák értéke meghaladja 4 milliárd forintot. A villamosipari és az elektronikai szakmák megismertetése a célja annak a pályaorientációs versenynek, amelynek döntőjét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartották. Általános iskolásoknak segítenek így, hogy megfelelő szakmát tudjanak választani a továbbtanuláshoz. A villamos és elektronikai szakmák jó választást jelentenek, mivel piacképes és jól fizető álláshoz juthatnak velük a fiatalok. 80, 79. Egyszerre kell megnyomni a gombokat, ha ugyanazok a számok villannak fel a panel mindkét oldalán. Ez volt az egyik feladata a villanyász pályaorientációs verseny péntek délelőtti döntőjének a megyei iparkamarában. Egy elméleti fordulóval indult a megmérettetés, ezt üzemlátogatás követte, amelyről beszámolót kellett készíteni. A legjobban teljesítő csapatok kerültek be a döntőbe. Itt vagyunk a döntőn, 11 csapat jutott be holt versenyben, és a döntőn viszont semmi elmélet, hanem csupa-csupa gyakorlat, feladatokat kell megoldaniuk, hozzájutnak milyen alapanyagokkal, milyen eszközökkel, milyen körülmények között dolgozik tulajdonképpen egy villamosipari vállalkozásban a dolgozó. Elsősorban a hiány szakmáknak a népszerűsítése a célja ennek a rendezvénynek. Pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos gyerekeket vártuk a versenyre, de nagy örömmel láttuk, hogy már a 6. osztályosok is nagy érdeklődéssel fogadták a versenyt, és beszálltak a versenybe. Három fős csapatok indultak a Baranya megyei iskolákból, akiknek a felkészülését tanárok, a villanyos szakmákban dolgozó szülők segítették. Cél, hogy a gyerekek ebből a szakmacsoportból válasszanak a továbbtanuláskor, mert szakember hiány van ezeken a területeken is. Együttműködési megállapodást írt alá Alsó-Mocsolád önkormányzata a Baranya megyei polgárőr egyesületek szövetségével. Az összefogás a térség bűnmegelőzési stratégiájának fontos része. Az Északhegyháti mikrotérség 5 települése közül ugyanis csak 3 községben működik szervezetten polgárőri tevékenység. A lépésváltás program keretében megrendezett eseményen a helyiek megismerkedhettek a megye és a térség helyzetével. Biztonságos Északhegyhád címmel tartottak előadást Alsó-Mocsoládon. A baranyai településen a lépésváltás program keretén belül minden hónapban rendeznek egy-egy programot, kulcsemberek klubja elnevezéssel. Itt olyan civil szervezetek, intézmények, cégek vezetői mutatkoznak be, akik sokat tettek a közösségért. Különböző programokat hozunk nekik minden hónapban. Az idei hónap a közbiztonságról szól. Nekünk nagyon fontos, hogy mindig bemutatkozzon a térségben valamilyen szereplő, adott esetben egy vállalkozó vagy egy intézmény. A legutolsó alkalommal az információs pontokat mutattuk be, most meg a közbiztonság van napirenden. A rendezvényen elsősorban a polgárőrök álltak a középpontban. A programban ugyanis részt vesz a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége. A polgárőr szervezség a településeken működő polgárőr egyesületek útján kapcsolódott be. Ugye ebbe a térségbe az 5 település között 3 településen van polgárőr egyesület, a többi előkészítés alatt áll, és ebben a projekt keretén belül a bűnmegelőzési koncepció került kialakításra. Ebben a stratégiában nagy szerepet kap a polgárőrség. Ezt megerősítendő együttműködési megállapodást írt alá Cseh László és Dicső László. Az összefogásnak köszönhetően Alsó-Mocsolád, Mágocs és Nagyhajmás mellett Bikal és Mekényes településein is működhet szervezett polgárőri tevékenység. Drogdillert fogtak a rendőrök Bonyhádon. A 37 éves helyi férfinál házkutatást tartottak, ami során alufóliába csomagolt marihuánát, a kábítószer kiméréséhez használt mérleget találtak. A férfi, aki a gyanú szerint Bonyhádon és környékén árulta a drogot, akár 8 év börtönt is kaphat.
Vezetőszáron vitték a rendőrök a néhány nappal ezelőtt elfogott drogdillert a szekszárdi járásbíróságra. A férfiról régóta gyanították már a hatóság munkatársai, hogy kábítószert árul Bonyhádon és környékén, ezért tartottak nála házkutatást, ami során beigazolódott a gyanújuk. Egy 37 éves bonyhádi férfit vettek őrizetbe kollégáim 2019. március 21-én a délutáni órákban, mert megalapozott gyanú volt arra vonatkozóan, hogy a férfi otthonában, illetve Bonyhádon és környékén kábítószert árusít. A házkutatás során kollégáim számos alufóliapakba csomagolt zöld növényi törmeléket találtak, amelyről az első gyors teszt, illetve a későbbiekben az igazságügyi szakértő is megállapította, hogy kábítószer. Vagyis a bonyhádi férfi marihuánát kínált eladásra. A hatóság munkatársai a helyszínen megtalálták a drog kiporciózásához szükséges eszközöket, mérleget és a valószínűleg kábítószer árulásából származó több mint 16 ezer forintnyi készpénzt is. A rendőrök a férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették. 2019. március 22-én pedig a szekszárdi járásbíróság a férfit letartóztatásba helyezte. Az ügyben a további eljárás kábítószerkereskedelem büntette miatt a Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le. A 37 éves férfi 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Bombatámadás ért egy segélyszállító konvojt Kaposvár határában, az egyik járműben megsérült a gépkocsi vezető, a magyar és német katonák az ellenséges erőket sikeresen felszámolták. Ezt a szituációs gyakorlatot mutatták be a sajtó munkatársainak a Német Szövetségi Hadsereg és a Magyar Honvédség 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred katonái. A cél, hogy a nemzetek együttműködését tovább erősítsék. Bombatámadás állított meg egy kettő nemzetből álló logisztikai alegységet az Aranyi erdőben. A magyarokból és németekből álló konvoj egy terror sújtott a területre szállított segélyadományt. Az ellenség lesből támadt és tüzet is nyitottak a katonákra. A visszafelé érkező szállító alegység első gépjárműbe robbanó eszközre futott, és fel is robbant a gépjármű. A gépjármű megsérült, önállóan mozgásképtelenné vált, és a három fős személyzetből egy könnyű sérült volt. A három fős személyzet elhagyta a gépjárművet, a konvoj többi része megszervezett egy személyi mentést, visszajöttek a robbantás helyszínére, kimentették a sérültet és a másik két főt a gépjárműből. Egy szituációs gyakorlattal zárták a 2 hetes keresztkiképzést a német és magyar katonák Kaposváron. Az úgynevezett safety transporton összesen 80-an vettek részt. A gyakorlat elsősorban a közlekedés-szállítási feladatok pontos végrehajtását tűzte ki célul. Ezek a nemzetközi gyakorlatok minden katona számára különösen fontosak, mert egyre több feladatot kell ellátnunk, a jó munkához pedig szükséges egymás kölcsönös segítése. A Somogyban is zajló gyakorlaton a német és magyar logisztikai támogató szervezetek, így a Magyar Honvédség 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred katonái is részt vettek. A régi tanítási módszerek már nem alkalmasak a diákok oktatására, hangzott el a tavaszi pedagógiai napok nyitó rendezvényén Pécsett. A 4 napos konferencián a régió oktatási intézményeinek képviselői tanácskoztak olyan témákról, mint a digitalizáció szerepe a tanításban, a nemzeti alaptanterv modernizációja és az óvodai nevelés fontossága. Tavaszi pedagógiai napokat rendeztek Pécsett. A tudásközpontban a régió iskoláinak vezetői, képviselői vettek részt a többnapos konferencián. A nyitó eseményen a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője köszöntötte a megjelenteket. Ritter Betty elmondta, a régi tanítási módszerek már nem alkalmasak a diákok oktatására. Ennek érdekében sürgős változtatásokra van szükség, mind a pedagógia, mind az alaptanterv területén. A módosítások előtt azonban még rengeteg kérdésre kell válaszolni. Miért nincsenek tanárok? Mit tudnak az online játékok tervezői, amit az évszázados pedagógiai hagyomány nem tud, vagy nem akar alkalmazni? Miért van egyre több tanulás és mozgászavarral élő gyerek? Kik a gyerekeink véleményvezérei? Influencerekké kell leválniuk a tanároknak is. A munkavilágát kell-e kiszolgálnia az iskolának? Mit tehet az iskola, hogy probléma megoldó, együttműködésre kész agyakat csiszoljon?
Többek között ezekre a problémákra keresik a megoldást az előadás sorozaton. A konferencia 4 napja alatt olyan témákat is érintenek a szakemberek, mint a digitalizáció szerepe az oktatásban, a nemzeti alaptanterv modernizációja, de egy teljes napon át az óvodai nevelés fontosságáról is tanácskoznak majd. A laptop bekapcsolásától az online bankoláson át az ügyfélkapus ügyintézésig mindent elsajátíthattak azok, akik részt vettek a digitális jólét programban. A projekt Somogyban is rendkívül sikeres, a 2016-os indulás óta már több mint 900 képzést tartottak. Ennek köszönhetően 10 000 somogyi kerülhetett közelebb a digitális világhoz. Töltő a laptopba, kábelek a helyükre. Minden kész a digitális jólét program mai órájára a Balatonfenyvesi könyvtárban. Következő feladatként szeretném, ha reprodukálnátok az újságon található gyermekmentő című cikket, és a végeredményt ezt megszokott módon e-mailben szeretném. A 23 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló kormányzati projekt célja, hogy közelebb hozza a digitális világot az idősebb generációhoz, az álláskeresőkhöz, és azokhoz, akiknek szociális helyzetükből adódóan nincs lehetőségük megismerkedni a számítógéppel. A 2x35 órás tanfolyam teljesen ingyenes, az eszközöket is a képzőintézmény biztosítja. A program 2 modulból áll. A számítógép bekapcsolásától az elektronikus levelezésen és internetes böngészésen át az online bankolásig és az ügyfélkapus ügyintézésig terjed. Számomra ahhoz képest, hogy már nem újdonság volt, nagyon sok minden azért még itt pótoltam. Tehát adta nekem a lehetőséget, hogy én többet tudjak ebben a világban létezni, ezzel a tanfolyammal. Tehát nekem nagyon, nagyon tetszik, és nem bántam meg. És ha ezt még lehetne bővíteni, még ott is részt vennék. Én úgy gondolom, hogy sose késő tanulni, meg hát az internet világon most már gyakorlatilag mindent behálóz. Próbálok én is ezen utalgatni, meg tehát minél jobban igénybe venni, de azért csomó dologgal nem voltam tisztában, és itt azért ezen a tanfolyamon ezeket a fehér foltokat ki lehetett tölteni. Somogy megyében 907 képzés zajlott le eddig sikerrel a program 4 éves pályafutása óta, így több mint 10 000 lakos számára csökkent az a bizonyos digitális szakadék. Bár Magyarországon a méhnyakrák vezető haláloknak számít, még mindig sokan vannak azok a szülők, akik nem kérik a betegséget okozó vírus elleni védőoltást gyermeküknek. Tolna megyében több település már akkor segítette saját költségvetéséből a HPV vírus elleni védőoltások beadatását, amikor még nem volt államilag támogatott a vakcina. A humán papilloma vírus fertőzés a leggyakoribb vírusos eredetű, leginkább szexuális úton terjedő betegség, mely évente az összes daganatos megbetegedés több mint 6%-ának kialakulásáért felelős. A világon mindegy 660 millió nő HPV pozitív és a 15-24 évesek negyede érintett. A vírusfertőzés megelőzhető a védőoltással, amit fiatal korban célszerű elvégezni. Hát én mellette vagyok. Akkor unokám is megkapta. Megkapta? Meg, jó. Igen. Igen, persze. Igen. Be is adatnák? Igen, be. Bátaszék polgármestere dr. Bozsolik Róbert és Medina polgármestere Vén Attila kiemelte, hogy a két település önkormányzata támogatta az oltások beadását. Erre azelőtt került sor, mielőtt a kormány állami támogatást adott volna a HPV vírus elleni oltásra. Egyik feltett szándékunk, illetve elképzelésünk az volt, hogy ingyenesé tettük, hogy az itteni fiatalokat beoltassuk a HPV vírus elleni védőoltással. Ez 2013-ban meg is történt, 1 millió 510 000 forintot költöttünk erre, 33 kisgyereket tudtunk beoltani. A 2018-2019-es tanévben a védőoltásra jogosult lányok száma 46 000 volt. Közülük 422 szülő azért nem kérte a humán papilloma vírus elleni oltást, mert a gyereke már megkapta. A korábbi évekhez képest viszont javultak a HPV átoltottsági adatok, a 2018-19-es tanévben már 78% körül van, ez korábban 74-75%-on állt. Magyarországon a méhnyakrákos megbetegedés hátterében a humán papilloma vírus áll. Évente 1200-1300 nőnél diagnosztizálják a méhnyakrákot, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt.
A török nyelvet, kultúrát és művészetet szeretnék megismertetni Mohácson. Különösen fontos ez 7 évvel a mohácsi csata 500. évfordulója előtt. A projekt nyitó rendezvényén Barta Júlia turkológus tartott előadást többek között azért, hogy ne csak a török hódoltság 150 évének negatívumait lássuk, hanem a törökök jelenlétének pozitív hozadékát is. 1526. augusztus 29-én az oszmán seregek súlyos vereséget mértek a magyar csapatokra, és felbomlott a középkori magyar állam. 2026-ra, az 500. évfordulóra már most készülnek Mohácson. A Mohács Bejkoz magyar-török baráti kör egy olyan programsorozatot indított, melynek célja, hogy jobban megismerjük a török nyelvet, kultúrát és művészetet. Szeretnénk megismertetni Törökországot a mai állapotában. Nem a Jumurdzsákot akarjuk megmutatni, mert azt már ismerik Gárdonyi nyomán, hanem egy modern, új Törökországot, ahol nagyon magas a kultúra, jó az életszínvonal, szeretnek bennünket, ami egy különleges dolog, mert a világban nem sok helyen mondhatjuk ezt el, de Törökországban minden bizonnyal szeretnek bennünket, rokonoknak, testvéreknek tartanak bennünket. A Yunus Emre Intézet 46 ország, 56 kulturális központjában van jelen, köztük Budapesten is. A Törökország kulturális nagyköveteként tevékenykedő intézet célul tűzte ki maga elé, hogy a török köztársaság megalakulásának 100. évfordulójára, azaz 2023-ra 100-ra emeli a kulturális központok számát. A budapesti Yunus Emre Intézetben a török nyelv, kultúra és művészet megismertetésével foglalkozunk. Fontos számunkra, hogy ne csak a fővárosban, hanem más városokban is jelen legyünk. A mai találkozás célja a látogatás mellett, hogy a török teakészítést mutassuk be a magyaroknak. A nyitó rendezvényen dr. Barta Júlia turkológus tartott előadást többek között azért, hogy ne csak a török hódoltság 150 évének negatívumait lássuk, hanem a törökök jelenlétének pozitív hozadékát is. Törökország hit, hagyomány, kultúra. Török-magyar kulturális kapcsolatok, magyar emlékek Törökországban, török hiti, iszlám hitélet, építészet, népélet, kereskedelem, milyen hatása volt a török hódoltságnak a magyar kultúrára, a magyar népi kultúrában, milyen nyomai maradtak meg, hímzés kultúránkban, fazekasságban, stb. A tervek szerint a Mohács Bejkoz magyar-török baráti kör rendszeresen tart majd előadásokat, kiállításokat és szervez programokat, hiszen a cél, hogy a kultúrák egymásra hatását elősegítő rendezvényekkel járuljanak hozzá a török-magyar barátság megerősítéséhez. A zsidó vallásban kevés olyan ünnep van, mely az örömről szól. A Purim ilyen, ezt az örömet kívánta megosztani a Magyar-Izraeli Baráti Társaság azon az esten, melyen fellépett például Falusi Marian és Koltai Róbert. Fáradnak tűnsz, mintha nem a régi volna, hol van a tűz? A Purim egy örömünnep, a zsidóság egyik fantasztikus, örömteli, boldogságról szóló ünnepe. Nem sok ilyen ünnep van a zsidóságban, általában szomorú ünnepek vannak. Purimkor tulajdonképpen a zsidóság megmenekülését ünnepeljük, Eszter királyné hadhatós közreműködésével Hámán a gonosz miniszter nem tudta kiirtatni Ahasvéros országából, Perzsiából a zsidókat. Semmi más nem szeretnénk, mint egy estére ezt az örömérzést megosztani a közönséggel, mondta Nógrádi Gergely kántor. Ehhez pedig olyan művészeket kellett keresni, akik szeretik átadni az örömet. Koltai Róbert sokat járt Szekszárdon kaposvári színészként. Azt mesélte, zúdulnak rá a történetek a házból. A népszerű színésznek a napokban jelent meg életrajzi könyve. De az biztos, hogy csak a 10%-át meséltem el azoknak a legérdekesebb és szívhez szóló, meg megható, meg nagyon humoros dolgoknak, amik velem történtek eddig a pályám során. Falusi Marian visszatérő vendég a városba, rövid időn belül másodszor állt a Babics Mufán színpadán, és tervei szerint rövidesen újra eljön majd. Magát az ünnepnek a hangulatát, meg azt, hogy van miért ünnepelni, hogyha valakit érdekel, akkor utána is néz, hogy mit akar ez az ünnep, meg hát magát azt a jókedves és azt a felszabadult örömet, amit mi érezni szoktunk egy-egy ünnep kapcsán. Mi a bal egy terén, mi tovább kihetnénk, mi tovább fogunk menni.
A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Először a Pál utcai fiúk akusztikus koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar ezen az estén egy nagyon különleges műsort fog bemutatni kiegészülve vendégzenészeivel. A koncerten hallható dalválogatás a Pál utcai fiúk több mint 35 éves múltját egyszerre foglalja össze, értelmezi újra és ünnepli. Hallhatók lesznek dalok a kezdetek kezdetéből és a jelenből is egyaránt, hiszen a készülő új lemezről is eljátszik majd egy pár dalt a zenekar. Földnapja a Zsolnai negyedben. Szeretettel várjuk Önöket a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének, valamint a Zsolnai negyed planetáriumának közös földnapi rendezvényére. Planetáriumi bemutatók, látványos földrajzi kísérletek, virtuális homokozó és sok más érdekes program vár kicsiket és nagyokat egyaránt a negyedben, április 28-án. Könnyed komoly zene, bámulatos hangszerpárosítások, a harmonika és a trombita találkozása a színpadon. Ilyen különleges koncertélménnyel várja a közönséget Kéméndi Tamás harmonika és Solymosi Péter trombita művész április 5-én a Művészetek és Irodalom házában. A különleges zenei fúzió egyedi élményt ígér a zenerajongóknak. Űrhajós pizsamaparti a planetáriummal. Az ott alvós rendezvényen az űrhajózás titkaival ismerkedhetnek meg a pizsamás felfedezők. A gyerekeket számtalan program várja, például látványos planetáriumi bemutatón vehetnek részt, megismerhetik az űrutazás és űrkutatás érdekességeit, és távcsővel derült idő esetén megfigyelhetik azt is, hogy hova jutott el az ember űrhajók segítségével. A program előzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni a pizsamaparti@mertmarketing.hu címen lehet. Húsvéti játékok a Cellaszeptik órában, tojásvadászat, lakasd jól a húsvéti nyuszit, húsvétkor is vidám programokkal, izgalmas tojáskereső játékkal és kézműves foglalkozásokkal várja vendégeit a látogatóközpont. A program délelőtt 10 órától egészen estig tart. Végül egy tánckoncertre hívjuk Önöket. A Boros Cipellők előadásán a hangból lesz mozdulat, a mozdulatból hang és észrevétlen összeállnak a dalok. Veled és nélküled, lopakodva, dübörögve zenélnek táncok és táncolnak a hangok. A program a Művészetek és Irodalom házában várja az érdeklődőket. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Fenntartható fejlődés, környezettudatosság. Ezek a témák álltak a középpontban a hagyományos diák önkormányzati napon, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumában, Pécsen. Az eseményen egy digitális információs rendszert adtak át, mely a papíralapú tájékoztatókat helyettesíti az iskolában. A rendezvényen bejelentették, a gimnázium az UNESCO társult iskolák hálózatának tagja lett. Hivatalosan is átadták azt a digitális rendszert, mely a Babits Gimnázium tanulóinak szolgál fontos információkkal. A kivetítőn az intézmény legfrissebb híreit és a tanárok helyettesítési rendjét olvashatják a diákok. Emellett egy másik ilyen képernyő is került az iskolába, mely a tanári szobában kapott helyet. Minden olyan ügyelet, illetve a tanárok számára fontos határidők találhatók ott fent a tanáriban, amik ennek a célcsoportnak lehetnek érdekesek. Az átadó ünnepségen bejelentették, hogy a Babits Gimnázium az UNESCO társult iskolák hálózatának tagja lett. A rendszer keretein belül különböző programokat szerveznek az intézményben. Ilyen a mai nap is a fenntartható fejlődéssel foglalkozó iskolanapunk, amelyet részben a diák önkormányzat szervezett, illetve a diák önkormányzatos tanárok segítségével állítottunk össze programot. A fenntarthatósági témahét több szempontból is fontos esemény az iskolában. Az új digitális rendszerrel papírt spórolnak, így környezetkímélőbb lett a gimnázium. Emellett még a biológia, fizika, illetve kémiás diákok részt vesznek egy partnerprogramon a Pécsi Állatkerttel, ahol az állatkertben vehetnek részt különböző állatokkal kapcsolatos programokon, így jobban megismerhetik az élővilágot. Az UNESCO társult iskolák hálózatának egyébként mintegy 10 000 intézmény a tagja. Magyarországon 21 iskola csatlakozott a rendszerhez. A Nemzetközi Szervezet Hazai Bizottsága nemrég egy 3 éves fejlesztési stratégiát indított, melynek fontos eleme az iskolák saját tevékenysége. A fenntarthatóság témában, a kultúrák közötti párbeszédben és általában a nemzetközi kitekintésben
egyszerűen segítsék önmagukat, diákokat, a pedagógus közösséget és ezeken keresztül a szülőket is. Ezzel a programmal évente legalább 3 társult iskolába látogat el a bizottság. Az első alkalomnak a Babits Mihály gyakorló gimnáziuma adott otthont. Rendkívüli szülői értekezletet tartott a PMFC. A megbeszélésen Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT vezérigazgatója, valamint Márton Sarolt, a projektmenedzser ismertette a labdarúgó palánták szüleivel a bruttó 3 milliárd forintos kormányzati forrásból megvalósuló utánpótlás akadémia kivitelezési ütemtervét. A PMFC-ben országos szinten is kiemelkedő labdarúgó utánpótlás képzés folyik. A regionális központban mintegy 300 igazolt versenyző van, mondta Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója azon a tájékoztatón, amit a fiatal játékosok szüleinek tartottak az akadémiai fejlesztésekről. Láthatják majd, hogy folyamatosan épül, szépül a pálya, de mellette meg mindenféleképpen tudják használni a pályákat, amíg a főépület bontása és kivitelezése folyik. Utána meg jön a pályáknak a teljes újraépítése, az már nehezebb pillanat lesz, de mindenféleképpen a szülőkkel együtt közösen gondolkozva megpróbáljuk azt a nehéz pillanatokat majd áthidalni, de a városban lévő klubok segítségünkre sietnek, és meg fogjuk oldani, hogy a gyerekek a mindennapokban ugyanúgy tudjanak edzeni, majd utána meg szerintem itt a régió egyik legszebb pályáján fognak a mindennapokban edzeni. Az idősebb Dárdai Pál nevét viselő utánpótlás labdarúgó akadémián, a sportkomplexumban műfüves fedett munkacsarnokot, valamint füves és műfüves edzőpályákat is kialakítanak. A munkálatok a régi épület bontásával kezdődtek Kovács telepen. Első ütemben a főépület készül el, második ütemben pedig a füves és a műfüves pályákat kezdik el építeni a kivitelező, utána pedig a ponyvával fedett 40x60-as műfüves pályát. Egy nagyon nagy területen lévő beruházásról van szó. A teljes beépítés körülbelül 2300 négyzetméter ennek a területnek. Erre azért van szükség, hogy nagyon sok öltöző elférjen. A központi épületben 12 csapatöltöző, valamint edzői és bírói öltözők, masszázs és orvosi szobák, irodák, tárgyalók, büfé, vizes blokk és bemelegítő terem is lesz. A tervek szerint 2020. szeptemberétől már birtokba is vehetik a labdarúgók a régió legmodernebb létesítményét. Teljesen felújították Tolnán a városközpont járdáit, a buszpályaudvart, a Szekszárdi és a Bajcsy-Zsilinszky utcákat érintő fejlesztés során több mint 2000 négyzetméteren raktak le térkövet, a munkálatok 80 millió forintos költségét pályázaton nyerte az önkormányzat. Már nyílnak a virágok a tolnai buszpályaudvaron. Az ágyást is a most véget ért fejlesztésnek köszönhetően alakították ki, ami során több mint 2500 négyzetméteren cserélték le a meglévő aszfaltburkolatot az annál jóval korszerűbb és időtállóbb térkőburkolatra. A munkálatokhoz szükséges több mint 40 milliós támogatást a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítvány pályázatán nyerte el az önkormányzat, de közel ugyanennyi önerőre is szükség volt. A munkát helyi vállalkozók végezték el. A beruházás során a csapadék elvezetést folyókákkal oldották meg, és a házak előtti kocsi bejárókat is letérkövezték. A kapu bejárótnál ott erősített szerkezet van, tehát van egy 15 centi zúzott kőágyazat, 15 centi CKT megerősítés, 4 centi 04-es ágyazókő, és akkor jön a térkő. Az elmúlt 3 évben folyamatosan újították fel a város járdáit. Appelshofer Ágnes, a város polgármestere azt mondja, ezek közül a mostani fejlesztés a legjelentősebb. Gyakorlatilag most a városközpontban sikerült a Szent István térnek a járdaburkolatát teljesen megújítani. Értem ez alatt magának a tért körülvevő járdaburkolatnak a felújítását. A Szekszárdi utca azon szakaszának, ami a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Kossuth-Lajos utcáig megy, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcának az a szakasza, ami az Arany János utcától, tehát a klasszikusan a Penny-től a Városházáig az egyik oldalon, és a Petőfi utcáig a gyógyszertáig a másik oldalon. Az önkormányzat a jövőben is folytatni akarja a járdák felújítását, amihez a szükséges pályázatokat már el is készítették. A Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kara, valamint a Baranya megyei mérnökkamara Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot címmel kültéri, közel 120 poszterből álló plakátkiállítást tart Pécsett a Széchenyi téren április 11-éig.
A tavalyi évet az Építőmérnökök Európai Tanácsa az építőmérnökök évének nyilvánította. Az elmúlt év őszén Budapesten indult rendezvénysorozat, idén tavasszal Pécsre érkezett. A szabadtéri kiállításon egy több ezer éves szakma, a 200 éves nemzetközi szervezeti együttműködés apropóján bemutatja a hazai legfrissebb építőmérnöki teljesítményeket. Épületek, utak, hidak, többek között ezeket ábrázoló poszterek láthatók a pécsi Széchenyi téren április 11-ig. A kiállítás célja, hogy bemutassa az építőmérnökök munkáját, aminélkül nem épülhetnének meg ezek a műtárgyak. A társadalom nagy része nem tudja, hogy az építőmérnökök mit dolgoznak, és általában az építészeknek tulajdonítják azokat a tevékenységeket, amit hát az építőmérnök szakma csinál. Ugye az építő szakma egy csend, számolgatós szakma, tehát ül az iroda, elmélyül a dolgokba. Szokták mondani, hogy ugye olyan házat, meg olyan létesítményt, ami megáll, olyat, és ugye sok anyag van benne, ami megfelelő, olyat mindenki tud csinálni. Olyat, ami épp hogy megáll, olyat csak az építőmérnök tud, mert az kiszámítja, hogy mennyi kell ahhoz, hogy biztonságosan megálljon, és nem pazarolja az anyagot. Hétköznapi szóhasználatban a statikus elnevezés feleltethető meg az építőmérnöki szakmának. De az építőmérnök még olyan földtani, anyagtani és egyéb ismeretekkel is rendelkezik, amiknek birtokában tud csak hatékonyan dolgozni. A kiállítás célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a szakmával, valamint azokkal az épületekkel, utakkal, hidakkal, amik nélkülük nem valósulhattak volna meg, akár Pécsről, vagy a világ bármely településéről is legyen szó. Rövid reklám után azonnal folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. Már ezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon krónika hátralevő részében. Tilos a tűzgyújtás, veszélyekre figyelmeztet a katasztrófavédelem. Oltással a legegyszerűbb védekezni, a tavasz előcsalogatja a kullancsokat. Mediterrán klíma a szekszárdi borvidéken, másfajta borok készülnek majd az időjárás miatt. Az olimpia az álma, amputációja után másfél héttel már versenyzett a 11 éves íjász.
Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész ország területére. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a kevés csapadék miatt túl szárazzá vált az aljnövényzet, így az könnyebben lángra kaphat. Somogyban eddig 176 alkalommal riasztották a tűzoltókat ilyen eset miatt. A mozsolható teljesen száraz, tehát hirtelen nagyon nagy sebességgel tud meggyulladni. Szinte szétporlik a száraz levél Szabó József kezében. A kevés téli csapadék miatt mindenhol ilyen az avar az országban. Nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és valószínűleg ez a száraz időszak még tovább fog folytatódni. Nagyon nagy mennyiségű avar gyűlt fel az erdők talaján. Igazából a humifikálódási folyamat az nem indult el, nem játszódott le a kevés téli csapadék miatt, és ez a száraz avar, ez nagyon gyorsan el tud terjedni. A szárazság miatt ma éjféltől tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész országban. Az intézkedés a túraútvonalakat is érinti, ezért ezeken a területeken is tilos tüzet rakni. Hatalmas kárt okoz az, aki ezt nem tartja be, mondja Szabó József. Nem is feltétlenül magában a faállományban okoz kárt ez az avartűz, hanem lent a talaj felszínen élő különböző állat, illetve növényfajok életében okoz ez nagyon visszafordíthatatlan hatásokat. Somogy megyében eddig 176 szabadtéri tűzesethez riasztották a szakembereket. Tilos az erdőterületeken, illetve annak 200 méteres körzetébe bármilyen módon, még az engedélyezett tűzrakóhelyeken is tüzet rakni. És arra szeretném felhívni figyelmet, hogy egyébként a kerti hulladéknak az égetéssel való megsemmisítése az generálisan tilos, csak azokon a területeken lehet belterületen, ahol az önkormányzat erre külön rendeletet hoz. Aki nem tartja be a tűzgyújtási tilalmat, azt akár 3 millió forintra is megbírságolhatják. A tavaszi, egyre melegedő időjárás előcsalogatja az egyik emberre, állatra egyaránt veszélyes vérszívót, a kullancsot. A rovarok számos betegség hordozói, így fontos az időben történő védekezés. Oltással elkerülhető a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás. A helytelen kullancs kivétel. A szakemberek azt tanácsolják, ha magunkban vagy házi kedvencünkben ilyen vérszívót találunk, akkor a fej részénél megfogva, kissé megtekerve távolítsuk el. Ha beleszakítjuk a fejét, nem történik baj, az kilöki a szervezet, de sem bekenni, sem olajozni, sem semmiféle régi praktikát nem szabad alkalmazni, a kullancsot el kell távolítani, majd pedig figyelni érdemes a kullancs csípés helyét. Amennyiben a kullancs csípés helyén 5 cm-nél nagyobb bőrpír jelentkezik, akkor az már felveti a fertőződés gyanúját, ilyenkor a házi orvoshoz kell fordulni, aki antibiotikus kezelést ír elő, ami legalább 2 hétig tart. Ettől sokkal súlyosabb az ugyancsak kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás, amely nehezen vagy csak későn ismerhető fel, és akkor már nincs megfelelő kezelés. Éppen ezért megelőzésének legbiztosabb módja a védőoltás. 9 hónapos kortól ajánlott, gyakorlatilag 3 oltás szükséges első körben, 1 hónapos különbséggel, illetve 9-12 hónappal a második oltás után. A védettség így kialakul, azonban célszerű az ismétlő oltásokat is beadatni először 3, majd 5 évente. Nem csak az embereknél fontos azonban a megelőzés. A kisállattartóknak is fokozottan kell figyelniük ebben az időszakban kedvenceikre. Már csak azért is, mert az állatok a szőrükön behordhatják gazdáik otthonába a vérszívókat, így veszélyeztetve őket. Ma már sokféle cseppből, tablettából és nyakörvből válogathatunk kedvenceink megvédésére. A szakemberek szerint azonban rendkívül fontos, hogy megfelelő helyen vásároljunk ilyen készítményeket. Tehát arra szeretném elsősorban fölhívni a gazdik figyelmét, hogy ellenőrzött helyen, állatorvostól, állatgyógyszertárba vásároljanak ilyen készítményeket. A tudomány folyamatosan fejlődik, és mindig újabb és újabb hatóanyag jelennek meg, hiszen a régiek egy jó részén már rezisztencia van. Tehát ezért fontos az, hogy valóban hatékony készítményeket vásároljunk, amik láthatóan működni fognak az állatainkon, és így meg tudjuk védeni őket a fertőzésektől. A kullancsok a magukban hordozott vírusokkal veszélyesek emberre, állatra egyaránt. Így a szakemberek azt mondják, hogy a legfontosabb a megelőzés és a megfelelő védekezés a vérszívókkal szemben.
Mediterrán klíma várható Magyarországon a jövőben, a nyarak forróbbá, a telek mérsékeltebbé válnak a klímaváltozás hatására. A tudósok szerint épp úgy megnő a súlyos asszály kockázata, mint az árvizeké, továbbá gyakoribb és súlyosabb viharok alakulhatnak ki. Mindez a szekszárdi borvidékre is kihat majd, másfajta borok készülhetnek a jövőben, és előrébb tolódik a szüret időpontja. A borászoknak pedig alkalmazkodniuk kell majd a megváltozott viszonyokhoz, hangzott el egy konferencián. 35 fokos rekkenő hőségben szedték a szőlőt a dolgozók tavaly augusztusban Alsónánán. A borászok kénytelenek voltak előrébb hozni a szüretet a nagy meleg miatt. Azt mondták, ilyen korán még nem szüreteltek Írsai Olivért. 10-14 nappal előrébb jött a szüret, úgyhogy most ma már mi is szedjük az Írsai Olivért, és hát eddig még nem volt, hogy augusztus 20-a előtt szüreteltünk volna. Ugye mindig 20-a körül szoktuk kezdeni, de most még 10-e sincsen. Tavaly többször volt hőségriadó a nyáron, aztán a hirtelen lezúduló eső okozott fejtörést a szőlős gazdáknak. Ám nem csak 2018-ban volt kiszámíthatatlan az időjárás, az elmúlt évtizedben többször lehetett ezt tapasztalni. A tudósok szerint mindez a klímaváltozásnak köszönhető, és a jövőben épp úgy megnő a súlyos asszály, mint az árvizek kockázata, továbbá gyakoribb és súlyosabb viharok alakulhatnak ki. A szekszárdi borvidéken még forróbb nyarakkal, még enyhébb télen lehet majd számolni az elkövetkező évtizedekben. Az ezt a témát kutató Buzási Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa úgy véli, a szélsőséges időjárás miatt másfajta borok készülnek majd, és azt is el kell majd dönteniük a borászoknak, hogy a rothadásra érzékeny fajtákat telepítenek-e, ahogy a szüret időpontjának kiválasztását is mérlegelniük kell majd. Azok a fajt és azok a jellegű borok, amiket most termelnek, lehetséges, hogy 20-30 év múlva nem fogják tudni ezeket előállítani, egész egyszerűen azért, mert például hiába tolják el a szüretnek az időpontját, nem lesznek olyan minőségek és olyan fajta jellegzetesek ezek a borok, mint ahogy ma megszoktuk, és innentől kezdve ugye nagyon nehéz például ugyanazzal a szekszárdi palackkal eladni azokat a termékeket, amik már nem olyan ízűek, nem olyan zamatúak lesznek, úgyhogy kulcsfontosság, hogy ezek a borászok esetleg tudjanak alkalmazkodni ez a klímaváltozáshoz. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást emelte ki Heyman Zoltán borász is. Meg kell tanulni ebben élni valamilyen módon, mindenre válaszolni kell. Tehát ha nincs annyi csapadék, akkor termés visszafogásával is lehet válaszolni. Figyelni kell a metszésekre, a zöld munkákra, figyelni kell a talajtakaró állapotára. Tehát nekünk a dolgunk az, hogy érzékeljük a problémát, és erre a lehető leggyorsabban, és ha lehet minél jobb válaszokat adjunk. Az előrejelzések szerint a tavalyhoz hasonlóan 2019-ben is előbb kell majd leszedni a szülőt a hűség miatt. Az, hogy pontosan mennyivel tolódik előre a szüret időpontja, egyelőre nem tudni. Annyit lehet látni az első 3 hónap időjárása alapján, hogy már most 100 mm csapadék hiányzik Tolna megyében. A tudósok egyébként úgy látják, 3-4 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés várható a 21. században, ami nagy hőhullámokkal és asszállyal jár majd együtt. Emberfeletti küzdelem, kitartás, bátorság. Ez jellemzi a 11 éves Kollár Andort, akinek tavaly ősszel egy autóbalesetben úgy megsérült a lába, hogy végül amputálni kellett. Az alsónyéki kiskamasz az íjászkodást olyannyira nem hagyta abba, hogy az amputáció után másfél héttel már versenyzett. Arról az álmáról sem mondott le, hogy olimpiai bajnokká váljon. A család most egy profi műlábra gyűjt. Ezek a képek tavaly ősszel készültek Tengelicen nem sokkal a Kollár család autóbalesete előtt. Akkor Andor még 2 lábbal állt a dobogó felső fokán, nyakában a legújabb aranyéremmel, amit az íjász versenyen nyert. Ám egy végzetes októberi reggelen minden megváltozott, amikor az édesapa iskolába vitte fiait. Október 29-én mentünk Bajára a reggeli időkben. Sikos volt az út, és a pörbölyi nagykanyarban úgymond elvesztettem az uralmat az autó felett, és így becsúsztunk az árokba, ahol egy ilyen fatuskónak ment az autó, és itt fölborultunk, és egy olyan szerencsétlenül történt az egész, hogy a kisfiamnak amputálni kellett a bal lábát. Megpróbálták az orvosok megmenteni, de 7 műtét vált rá, mivel megpróbálták ezt a lábat megmenteni, de nem sikerült, és a 8. műtét pedig volt az amputáció. A 11 éves Andor azt mondja, eleinte nehéz volt feldolgozni, ahogy le kellett vágni a lábát. Kitartását, a sport iránti szeretetét mutatja, hogy másfél héttel az amputáció után már versenyzett, majd februárban meg is nyert egy versenyt. Azt mondja, az íjászkodás élteti, ez jól látszik a szobájában sorakozó érmeken is. Eleinte nagyon-nagyon sírtam, minden este, kb. Minden órában sírtam,
a lábam miért, de most már nem sírok, mert elfogadtam már azt, hogy most itt vagyok, és most kijutok majd a paralimpiára, és akkor majd mindenki látja, hogy gyerekként kijutottam íjászként a paralimpiára. Megmozdult a dél-dunántúli íjászvilág Andorért, a legutóbbi versenyt például síkterepre rendezték Andor kedvéért, aki egyelőre csak kerekesszékben tud versenyezni. Rácalmáson a helyi íjász egyesület több mint 280 ezer forintot, Andor iskolája, Bajai Szent László iskola pedig több mint 500 000 forintot gyűjtött össze a sportoló fiú számára. A szülei ugyanis hiába tesznek meg mindent, amit csak tudnak, egy új profi műláb több mint 15 000 000 forintba kerül, a családnak azonban nincsen ennyi pénze, ezért azt kérik az emberektől, hogy segítsenek nekik. A paralimpiára, hogy ha a gyerek majd annak a jövőben kijutna, akkor szeretném majd egy ilyen, tehát egy ilyen mikroprocesszor által vezérelt lábot majd neki, ami ugye hát egy ilyen robotizált láb, ennek a pontos összegét nem tudom, elég jó ára van neki, ugye most erre megy a gyűjtés majd. Andor és családja nehezén már túl van, de még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy a történteket fel tudják dolgozni. Igyekeznek előre nézni és mindent megtenni Andor álmáért, hogy kijusson a paralimpiára. Magyarország szívfutó nagykövete látogatta meg a PTE Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának kisbetegeit. Beck Mónika az egyike a csaknem 200 BSI futó nagykövetnek, akik vállalták, hogy népszerűsítik a sportot. A szívritmus szabályozóval élő Mónika sétákat szervez, és plüssjátékokat, befutó érmeket ad a beteg gyerekeknek. Megérkeztek a futónagykövetek a gyermekklinikára, hogy a kisbetegek arcára mosolyt csaljanak. A futók plüssjátékokat, befutóérmeket és pólókat osztottak szét. Az akciót Beck Mónika Magyarország szívfutónagykövete kezdeményezte. 7 szívműtéten van túl, az utolsó szívműtéte az 5 évet volt, akkor lefixálták a szívét egy kamrásra. Most ellenőrzésekre járunk, de minden rendben vele. Beck Mónika gyermekkorában átesett egy nyitott szívműtéten, 28 éve él szívritmus szabályozó készülékkel. Ő lett Magyarország szívfutó nagykövete, vagyis elsősorban a szívbeteg gyerekek számára szervez akciókat. Természetesen a gyermekklinikán mindenki kapott ajándékot. 2013 év végén lettem Magyarország szívfutó nagykövete, és minden nagykövet választ magának egy úti célt, egy küldetést. Én először szerettem volna felnőtteknek segíteni, aztán rájöttem, hogy valahol nekem mégis azóta még kicsit más jellegű, és összehozott a sors a gyerekkardiológiai centrummal, és az ott élő, vagy ott bennfekvő gyerekekkel, és akkor elkezdtem velük dolgozni. De talán szinten, hogy az első látogatásom is a Gottszingen gyógyintézetbe vitt tulajdonképpen. 2004 óta a dél-dunántúli régióban kizárólag a szívbeteg gyermekekért alapítvány végzi, akkora szülöttek és beteg újszülöttek mentését is. Ők festményeket kaptak a futónagykövetektől. Nagyon örültünk neki, hogy végre valaki felhívja a figyelmet a szívbeteg gyermekekre. Nagyon sok családba születik ilyen gyermek, sokak átesnek különböző műtéteken gyermekkorukban, de a későbbiekben is figyelniük kell az életvitelükre, és különösen a sportolásra. Magyarország több mint 110 településén, de Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is működik BSI futónagykövet. Beck Mónika 3 éve már nem csak Budapesten, hanem vidéken is szervez programokat a helyi futónagykövetek segítségével. Pécsre a Futa Pécsesek közreműködésével jutott el. Csontvári Kosztka Tivadar neve mára összefort Péccsel, a város lakóinak fontos, hogy képgyűjteményének a Baranyai megyeszékhelyen van a helye, így mi sem természetesebb, mint hogy halálának 100. évfordulója alkalmából Pécs lakói tisztelegnek a művész előtt. A belvárosban egy libanoni cédrust, a festőképeiről jól ismert növényt ültettek el. 59 éve egy 100 éves visszaemlékezésre alkalmat, 1929. júniusában, tehát majdnem kereken 1500 évvel hunyt el a 19.-20. század legnagyobb hatású magyar festő, Csontvári Kosztka Tivadar. Ezt mondta a pécsi polgármester szerdán a Csontvári Múzeummal szembeni területen. A patikusból lett festőre emlékezve ültettek fát egy libanoni cédrust a város és a megye vezetői. Részt vettek a közeli iskolák diákjai is, akik a csemete gyökereinek betemetésénél is bekapcsolódtak.
Reméljük, hogy ez a faültetés ez megerősíti azt a hagyományt, ami itt a város számára annyira nagyon-nagyon fontos, és Csontvári köré épült fel. Azt gondoljuk, hogy a Csontvári jól lehet nem évszázados hosszúságú előtörténete van itt Pécset, de legalábbis a 70-es évek második felétől igen, hogy ez nagyon-nagyon erős, közösségépítő, jelentőségű dolog. Ennek része lehet a most elültetett libanoni cédrus, amely tovább erősítheti a kötődést. Csontvári két művének is központi témája ez a fa, amely évezredek óta a halhatatlanság jelképe a közel-keleti kultúrákban. Ennyi volt mára a Pannonkrónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!